Hallasd a hangod elnevezésű tehetségkutató gála műsorán mutatkoztak be a nemrég lezajlott megmérettetés legjobbjai. A verseny során a legkisebbektől a legnagyobbakig mutathatták meg a pécsi fiatalok, mit tudnak a színpadon. Köztük volt Cseperka Jázmin. Jégvarás 2-ből a Múltár című produkcióval jöttem. Amikor megláttam ezt a filmet, nagyon megtetszett nekem, és éppenséggel nagyon megtetszett, és ezt választottam. Szerintem nagyon jól ment, mert ahogy sikerült, az sikerült. Idősebb koromban hát ugyanígy szeretnék majd ide járni. A versenyzők és a gála fellépői között ismerős arcokra is bukkanhattak a nézők, ugyanis Fazekas Béla, azaz Béci már korábban is feltűnt a televízió képernyőjén. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyen, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalom. Félig tett poharak az asztalon, én igazából egy feldolgozásra készültem is három saját dallal. Számomra a felkészülés inkább arról szólt, hogy a saját dalokra fekszek rá. Elkezdtem dalokat írni pluszban, még hát, amíg kelleni fog, de nem kellett, ezért inkább ezekre a saját dalokra feküdtem rá. Otthon gyakorolgattam, van egy jó kis énektanárom, vele gyakoroltuk a saját dalokat is, illetve a feldolgozást is. Még nagyon az elején vagyok, szóval eléggé kezdő szinten vagyok, mint előadó. Nem is mondanám még magam előadónak, de a legnagyobb álmom az, hogy a saját dalomat ismerjék, és úgy álljak a színpadon, mint egyéni előadó, és ismerjenek. Mint Béci, mint a saját dalaimat, amiket írok, és szeressék őket. Pihat felhő felettem, a sötétségbe neveztem, nem találám senki. Már többé nincs mit veszterem. A holdfényben én táncolok, legbelül még álmodok, és az álom végén megszűnik majd minden. Minden lehetőséget igazából jónak gondolok, és nagy lehetőségnek. Hogyha színpadon állhatok, az számomra mindig egy lehetőség. Sose tudni, hogy ki fog ülni a nézőtérbe, ki fog látni, akinek megtetszik. Elég, hogyha egy-két embernek megtetszik a dalom, már egy-két emberet jobban állok, hogy többen hallgatják a dalomat. És ez számomra ez a lényeg, hogy minél többen ismerik a dalaimat. A tehetségkutató nagy népszerűségnek örvendett, mondják a szervezők. Pécsi Kulturális Központ és a Pécsi Nyitott Színházi Műhely közösen szervezte meg ezt a tehetségkutatót, természetesen hagyományteremtő szándékkal, és a fiatalok között próbáltuk meg megkeresni azokat, akik vállalták azt, hogy akár táncosan, akár énekesen, akár zenei fellépéssel közreműködnének ebben a programban. Meglepő volt, hogy igen sokan jelentkeztek. A tavalyi évben elindítottuk már ezt a tehetségkutató első fordulóját, idén folytatódott, és hát most a legjobbak közül válogattuk ki a gálára a műsort. Semmi okod rá, hogy pánikolj, mert a tekinteted nekem oly sok mindent elárult, hogy apám célszekrény, amiben nekem jót kitárult. Azért szeretlek annyira, mert benned nincs hiba. Melletted magamat nem fékezem, és csak rólad szól most is az énekem. Az énekes számokból volt a több, voltak táncosok, ahogy említettem, volt zenekar is, ma este is lesz zenekar is, duett is lesz, és énekesek, voltak rappelők is, azok is nagyon jók voltak, tehát elég sokszínű volt a paletta, és hát kifejezetten tehetségesek a fiatalok. Tulajdonképpen a fiatalok, amikor felkerültek a színpadra, ha szabad ezt így mondanom, akkor egy kicsit megilletődöttek voltak, úgyhogy próbáltunk minél több lehetőséget, persze jó tanácsokat is a szakmai zsűritől kaptak, hogy mit, hogyan tovább, és hát ezt a gálaműsort is azért szerveztük, hogy ezek közül is a legjobbak részt vehessenek a Pécsi Kulturális Központ programjain, tehát a közönség, a nagy közönség is láthatja őket különféle programokon. Ne csak egy vilét
Mindenképpen van egy másik program is, ami ehhez csatlakozik, azok kifejezetten a fiatal zenekarokra vonatkoznak, szintén egy ilyen tehetségkutató jelleggel. A jövő hónapban fogjuk lebonyolítani ezt a műsort, illetve hát ezt a tehetségkutatót, és ott is komoly jelentkezők vannak, szintén azzal a lehetőséggel, hogy feléphetnek majd a programjainkon. Csak tőled kell.